Az elmúlt években is volt együttműködés az akadémia és a filóese között, a jövőben azonban szorosabb lesz a kapcsolat. A két utánpótlás nevelő egyesületben mintegy 600 gyerek futballozik, akik között vannak kiemelkedően tehetséges és kevésbé ügyes gyerekek is. A megállapodás lehetővé teszi a fiatal futballisták oda visszaáramlását, így az együttműködő felek reményei szerint senkit nem veszít el a sportág. Az egységes szakmai irányvonal mellett közös tornák szervezése is szerepel a szerződésben. Pár évvel ezelőtt mi szélesítettük az alapokat, nagyon sok gyerekkel kezdtünk el foglalkozni a Bozsik Akadémián belül, viszont nem tudtuk azt a fajta minőséget biztosítani, ami a játékpercek tekintetében, a versenyeztetés, esetleg még a képzésnél is szükségeltetik, és hát miért ne lehetne együtt dolgozni, hiszen nekünk mások a céljaink, nekünk versenysportolókat kell nevelnünk, és kiemelt tehetségekkel foglalkozni, így van létszámkorlátunk is, viszont a filónak nincs, ők egy olyan versenyeztetési rendszerbe tudnak dolgozni, ahol a harmadosztály, tehát a serdülő és ifi szinten nagyon szépen tudnak versenyeztetni, egy családias légkört ki tudnak alakítani, sikerélményhez juttatják a gyerekeket, tehát ez mindenféleképpen összecseng a kettő együtt, és ott is van 300 gyerek, itt is közel 300 gyerek, ez egy nagyon széles nyíregyházi futballalapot jelenthet, és ha összefogunk, akkor közösen többre megyünk. A Filó esénél 2011-ben 15 gyerekkel kezdték el a munkát, ma pedig már 15 edző foglalkozik 300 fiatallal. Egy célért küzdünk, a nyíregyházi futballélet minél magasabb szintre emelkedjen. Ugye a piramis csúcsán maga az akadémiál, mi pedig a grassroots, illetve a tömegsport részét vállaltuk magunkra, hogy minél több gyereket tudjunk bevonzani, illetve az oda-vissza áramlás az akadémia és az egyesületünk között működjön. Szakmai segítség, tehát szakmai továbbképzések lesznek, hogy azonos munka mentén tudjon folyni az utánpótlás nevelés Nyíregyházán, hogy akik bekerülnek a mi egyesületünkből az akadémiára, ők minél kevesebb lemaradással, illetve azonos szinten tudják folytatni a munkát. A nyári időszakban több korosztályban összesen 8 játékos került át a Filó esétől a Bozsik Akadémia csapataihoz.